Köszöntöm nézőinket, Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Veszélyben a szexuális sportélet, a közgyűlés még mindig nem fogadta el a Sportközpont 2021-es beszámolóját. Egyre többen takarékoskodnak, élelmiszeren és rezsin spórolnak a legnagyobb mértékben. Nem bírják tartani a lépést az árakkal, egyre nehezebb helyzetben vannak a közétkeztető cégek. Viking érmére bukantak Tolna megyében, a pénzt az utolsó nagy viking uralkodó verette. Akár a működése is veszélybe kerülhet a szexádi sportközpontnak, ha a Tolna megyei megyeszékely közgyűlése a következő alkalommal sem fogadja el a 2021-es pénzügyi beszámolót. Az intézmény büntetést kaphat, majd a tevékenységi körét is korlátozhatják, ha nem teszi minél előbb nyilvánossá a dokumentumot. Ez viszont az kell, hogy a város első emberei elfogadják azt. Veszélybe kerülhet a szexárdi sportélet, ezt mondta stábunknak Szőke Gergő, a Tolnai megyeszékhely sportközpontjának ügyvezetője. Kijelentését azzal indokolta, hogy a város közgyűlése még mindig nem fogadta el a 2021-es pénzügyi beszámolóját, amit már rég nyilvánosságra kellett volna hozniuk. Úgy érzem, hogy ez picit így a személyem ellen irányul ez a dolog, pedig ezzel nem engem büntetnek, hanem a szexárdi sportéletet. Nagyon remélem, hogy ennek nem lesz egy navos büntetés és akár komolyabb következménye is, hiszen hogyha nem tesszük közzé ezt a beszámolót, akkor ez lehet a jövő. A körülbelül 500 ezer forintos bírság után akár a cég tevékenységi köreit is korlátozhatják, és ez alatt számos pályázati lehetőségtől is eleshet a sportközpont. Én nem hiszem, hogy ez személyekről kellene, hogy szóljon, hanem ebbe a gazdasági helyzetbe inkább segíteni kéne a szexuális sportot nem büntetni. Úgyhogy szeretném kérni a közgyűlés tagjait, hogy a legközelebbi alkalommal legyenek szívesek elfogadni a beszámolómat. A beszámolót a legutóbbi közgyűlésen zárt ajtók mögött tárgyalták, ezért egyik érintett fél sem hozhatja nyilvánosságra, hogy melyik képviselő miként szavazott. Amit tudni lehet, hogy akkor a teremben Illés Tamás kivételével az Éjjel Szexárd valamennyi képviselője jelen volt, ott ült még a Fidesz frakcióból Gyurkovics János és Máté Péter, valamint Ács Rezső polgármester és Zaják Rita tanácsnok. A cél, hogy a gáztárolók tele legyenek, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető minisztere elmondta, hogy bár drága a nyersanyag és az energia, ne legyen belőlük hiány. Éppen ezért a gáztárolók feltöltése folyamatos. Hazánkban már 50%-os a tartályok töltöttsége, ami azt jelenti, hogy mintegy 3 milliárd köbméter gázt sikerült már elraktározni. Ez az ország ellátására körülbelül 2 hónapig elegendő, hogyha csak a lakossági ellátást nézzük, akkor 125 napig, tehát 4 hónapig lenne elegendő. Az a cél, hogy bármilyen drága is a gázatároló, az tele legyen, hogy mind a gazdaság működni tudjon, mint pedig a lakossági fogyasztást ki tudjuk elégíteni, úgyhogy ezen dolgozunk nagy erőkkel. Folyamatosan nőnek az energiaárak, melyek kihatással vannak minden iparágra, ezáltal emelkednek a szolgáltatások költségei is. A drágulás befolyásolja a rezsi, az alapanyagok és a szállítási költségeket is, így egyes alapélelmiszerek ára is újabb szintet léphet. Szakemberek szerint egy kiló kenyér ára 3 héten belül meghaladhatja az 1000 forintot is. A növekvő rezsi és üzemanyagárak mellett az élelmiszerek szállítási és tárolási költsége is folyamatosan emelkedik, ami szintén a vásárlókat terheli. A szomszédos Ukrajnában zajló háború kihatással van az importra, ezért a termékek onnan kerülő úton érkeznek, természetesen jóval több költségért. Vannak, akik már most elkezdtek spórolni, ahol csak lehet, és meghúzzák a nadrágszíjat még a tél beköszönte előtt. Az utcemberét kérdeztük arról, vajon meddig tarthat az áremelkedés, és hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot. Nem kell fölkapcsolni, mert akkor, amikor lát az ér, akkor nem kell annyira fényesen látni mindent, mert főleg, hogyha az ember egyedül van. Mert én mosogatni például este azért nem mosogatok, mert villant könnye kapcsolni. Most besüt a nap, gyönyörűen elmosogattam, látom, amit csinálok. A gázol meg, hát nem kell fűteni ilyenkor, az egy tejámat megmelegítem, kész a gázfogyasztás. Egyelőre még előnyben vannak azok, akik saját maguk számára meg tudják termelni a gyümölcsöket és zöldségeket, így nem a bolti áron jutnak hozzá azokhoz. Amire van pénzünk, megvesszük, nyugdíjasok vagyunk, ami megvan, az megvan, ami nincs, az már nem is kell nekünk már. Van,
aki szerint a legtöbbet az élelmiszereken lehet spórolni. Sokan inkább az olcsóbb árkategóriába tartozó termékeket vásárolják. Minden téren lehet a takarékoskodás. Kevés hulladék keletkezzen a háztartásba például. Mindent felhasználni, minden maradékot. Aztán megpróbálni olyan helyen vásárolni, ahol árleszállítás van például, az olcsóbb terméket megvásárolni. Más azt mondta, a kertes vagy családi házban lakó több gyermekeseket érinti a legjobban az áremelkedés. Meg ennivaló, ami a boltokban hatalmas. Nagyon sajnálom a mostani anyák, illetve családot, akik gyerekeket nevelnek, mert hát azoknak enni kell, lábuk nő, ruha kell, minden kell nekik. Iskola, minden. Szóval szörnyű. Szakemberek szerint a péktermékek árában újabb jelentős emelkedés várható, így 3 héten belül 1 kilogramm kenyérára meghaladhatja majd az 1000 forintot is. Elérhető a katasztrófa védelem legújabb tűzvédelmi tesztje. A 26. online feladványban szereplő kérdések a szabadtéri tüzek, az égetés, a tűzültási tilalom és az aszályos időszak veszélye témakörét járják körbe. Aki kitölti tesztjeiket, felmérheti tudását, illetve értékes információkhoz juthat a tűzmegelőzéssel kapcsolatban. Tolna megyében idén már 162 szabadtéri tűzesetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. 2022-ben augusztus 2-áig összesen 165 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Egyre nehezebben tudják tartani a közétkeztető cégek az élelmiszerárak emelkedésével a lépést. Szekszárdon például már most ráfizett az önkormányzati cég. Egész nyáron dolgoznak a szekszárdi közétkeztetési Kft. Munkatársai, ilyenkor ugyan jóval kevesebb adag készül naponta, mint a tanév során. Munka viszont bőven van. Ők látják el például a helyi nyugdíjas otthonokat is. Évközben 3000 főre főzünk ezen a konyhán, most ez 600 fő, akiknek most is szolgáltatunk. Hát ennek a döntő része ugye az idősek otthona, a szocközpont, az ottani éthordósok, akik onnan viszik az ételt. Az élelmiszerek drasztikus drágulása itt is komoly gondot okoz, bár nem régen már kénytelenek voltak emelni az árakat, még mindig nem térült meg a befektetett pénz. Minket nem védenek ezek az ársapkák sem, úgyhogy nálunk még inkább érzékelhető, tehát azok az árucikkek, amikre a lakosságnak limit van, hogy mennyire lehet adni, mi azokat rendes áron vesszük. Baj Attila azt mondja, a legnagyobb mértékben a pékárura és a húsra fizetnek rá, például egy 10 óraira 95 forint áll rendelkezésükre, míg annak a bekerülési költsége 110 forint. Fontos, hogy az atomenergia semmilyen módon ne váljon áldozatával az ukrajnai háború miatt kialakult politikai válságnak és vitáknak. Ennélkül ugyanis lehetetlen lenne az energiaellátási krízis megoldása, szögezte le Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy a világban ma súlyos politikai és energiaellátási válság van, utóbbi megoldása, illetve az ambíciózus környezetvédelmi célok teljesítése pedig nem lehetséges a nukleáris energia felhasználása nélkül. Ezért most különösen fontos, hogy az semmiképpen ne válhasson a politikai viták áldozatává. Magyarországnak érdeke, hogy a nukleáris energiával szemben fair, tisztességes megközelítés jöjjön létre, hogy azt semmifajta negatív diszkrimináció ne érhesse, hangsúlyozta. Ritka, közel 1000 éves ezüstérmét talált Várdom külterületén egy fémkereső. A pénzt az utolsó nagy viking uralkodó verette. A szakemberek szerint a penning nagyjából egy korabeli magyar dénárt ért. Tolna megyében találták meg 3. Harald, az utolsó viking király ezüst pénzét. Az érmére Várdom közelében bukkant rá egy fémkereső, amikor is a 16. században kihalt Kesztölc mezőváros maradványait őrző lelőhelyen kutatott. A lelet a régészeket is meglepte, nem tudják biztosan, hogy a pénz hogyan kerülhetett ilyen messzire eredeti helyétől. Szerepel a képes krónikában, hogy Salamon király nyilván a kíséretével, lovagokkal, egyházi vezetőkkel itt táborozott, tehát az ő kíséretében is nyilván megfordulhattak olyan emberek, akik jártak Skandináviába, vagy skandináv származásúak is lehettek. De van még legalább két lehetséges indok.
Mégpedig, hogy a pénz egy kereskedő révén érkezett a térségbe, Kesztölcön is áthaladt az a jelentős nemzetközi út, amelynek elődjét a rómaiak alakították ki a Duna mentén. Ezt nem csak királyok, hanem árusok, zarándokok és katonák is használták, akik közül bárki elhagyhatta az ezüstpénzt. További lehetőség, hogy harmadik Harald uralkodása után 40-50 évvel az akkori norvég király első Sigurd keresztes hadjárata során került ide. Nagyon szűkszó van felírva, hogy vízi úton mentek odafelé, viszont szárazföldön, Pannonián, tehát a Magyarország területén mentek vissza szárazföldi úton Skandináviába. Na most, hogyha Magyarországot érintették, akkor szinte biztos, hogy itt a Dunamenti nagy úton mentek, ahol Kesztölc is feküdt. Simán lehet, hogy Kesztölcön is megszálltak, és ott pottyant ki valakinek a zsebéből. Ugye 40 évvel a verése után ez még nyugodtan forgalomba lehetett ez az érmet. A régész elmondta, hogy a lelet pontos eredetéhez további vizsgálatokra és kutatásokra van még szükség. Megváltozott az európai hódok természetvédelmi státusza Magyarországon, módosultak a hódok kilövésének szabályai egy új kormányrendelet értelmében. Ezek az emlősök az év bizonyos szakában a mező- és erdőgazdálkodási termelés biztosítása, valamint a vízkárok megelőzése érdekéből vadászhatók lettek. Így nem csak elriasztásuk, de kilövésük, állományuk gyérítése, szabályozása is engedélyezhetővé vált. A rendelet szerint hódokra október 1-e és március 31-e között lehet vadászni, de ehhez ólomsörét nem használható. Harmadik alkalommal rendezték meg a Birítói napokat és gulyás bajnokságot a hétvégén. 8 csapat vett részt a főzőversenyen, és miközben készültek a hagyományos magyar ételek a bográcsokban, a színpadon koncertek, színpadi előadások követték egymást. Utolsó kóstolást tart a Dunakömlődi csapat séfje a Birítói Közösségi Ház udvarán megrendezett főzőversenyen. Némi őrölt paprika adagolása után úgy dönt, készen áll a babgulyás, mehet a zsűri elé. A csapat vezetője elsorolta, mi minden került az ételbe. Vegeta kevésbé, inkább a só, de vegeta is nyilván. Fokhagyma, vöröshagyma, őrölt bors, fűszerkömény. Kis zeller, karalábé, hát minden, ami kell egy levesbe. A zsűri nem csak az ízvilágot figyelte a főzőverseny során, mondta el Benke Gábor, a Birítói település részi önkormányzat képviselője. 8 csapat mérkőzött ma meg a harmadik gulyásbajnokságon, és ilyen több szempontot vett figyelembe a zsűri, mind az ízeket, illatokat, a csapathangulatot, a tálalást, teljes mindenre kitérhető figyelemmel hozta meg a végső döntését ebben az igen szoros versenyben. A szervezők a gulyásbajnokság nyertesét minden évben több ajándékkal honorálják. A legfontosabb erekje szerintem, amit magával vihet, van egy gulyásbajnokság vándorkupánk, azt egy évig birtokolhatja, és annak még az a különlegesség, hogyha háromszor egymás után elnyeri valaki, akkor az örökre az övé lehet ez a vándorkupa. A gulyásbajnokságot a Marhaliszka elnevezésű társaság nyerte meg. Az eredményhirdetést követően a jó hangulatról a pincegyi cimborák Győrkönnyi Dalárda gondoskodott. A férfi kórus először a padok mellett, majd a színpadon fakadt dalra. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Roma holokauszt, a névtelen áldozatokra emlékeztek Pécsen. Várják a leendő határvadászokat a rendőrök, Baranyában is lehet jelentkezni a szolgálatra. Ingatlan bérbeadás és adó, fontos tisztában lenni a szabályokkal. Mintegy másfél millió ember vesztette életét az auschwitzi koncentrációs táborok gázkamráiban, közülük 3000 cigány származású. Rájuk emlékeztek Pécset a Rácz-Aladár közösségi házban. A roma holokauszthoz kapcsolódóan egy kiállítást is láthattak a részvevők a helyszínen. A rendezvényen elhangzott, hogy fontos a tiszteletadás, és emlékeznünk kell az ilyen történelmi eseményekre is, hogy ez soha többet ne fordulhasson elő. Augusztus 2-áról 3-ára virradó hajnalban mintegy 3000 cigány származású ember vesztette életét az auschwitzi koncentrációs táborok gázkamráiban 1944-ben. Ez a roma holokauszt, amelynek áldozataira emlékeztek Pécsett a Rácz-Aladár közösségi házban. A szervező cigány kulturális és közművelődési egyesület ebből az alkalomból egy kiállítással is készült, ahol roma művészek alkotásai mutatják be az akkori borzalmakat. Megdöbbentő, hogy bár nem éltek ebben az időszakban, de mégis olyanok a képek, olyan megrázóak, mint hogyha tényleg ott lettek volna ezekbe a haláltáborokba, és velük is megtörtént volna ez a dolog, tehát zsigereinkbe tovább hordozzuk ezeket a borzalmokat, úgy
tűnik, és fontos erről mindig megemlékezni, azóta is évente rendezzük ezt az emléknapot. A haláltáborokban mintegy 1,5 millió ember gyilkoltak meg származása, vallása vagy egyéb nézetei miatt. Nem szabad engednünk, hogy újra ilyen embertelen helyzet alakuljon ki, mondta a megemlékezésen Kővári János. Ez egy jó alkalom arra, hogy a mai együttélés pozitív irányú lehetőségeit is gondoljuk végig, hogy az előítéleteket mindjárt az elején, amikor megszületik bennünk, akkor már próbáljuk meg leküzdeni, és a másik emberre, mint embertársunkra nézni. És megteremteni azt a lehetőséget, azt az esélyt, hogy ők is emberhez méltó életet élhessenek. A képviselő kiemelte, hogy Pécsen egyébként több pozitív kezdeményezés is zajlott az elmúlt időszakban. Példaként említette, hogy 10 évvel ezelőtt indultak felzárkóztatási programok többek között Győrtelepen és Pécsbányán. Komoly eredmények születtek, hiszen több százan juthattak megfelelő lakhatáshoz, munkához, a gyerekek pedig óvodába, iskolába járhatnak, tette hozzá. Elkezdték a szerződéses határvadászok toborzását Baranya megyében is, aki megfelel a feltételeknek kiképzik, hogy el tudja látni határvédelmi feladatait. Fő feladatuk az illegális határátlépés megakadályozása, illetve a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések megtétele lesz. Ezt a szolgálatot egy 3 éves szerződés alapján tömbösített munkarendben végzik majd. Jelentkezz most szerződéses határvadásznak olvasható a rendőrség felvételén, amivel ezt az új szolgálati formát reklámozzák. A toborzás elindult Baranya megyében is. A szerződéses határvadászok tömbösített munkarendben végzik majd feladatukat, mondja a megyei kapitányság munkatársa. 3-4 napot dolgoznak, napi 10, mondjuk nappal 12 órát. Szükség szerint, és ha igénylik, akkor ott a határrendészeti kirendeltségeken a szállás is megoldott, majd 5-6 nap pihenő, tehát jöhetnek haza. Első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász felvétele, képzése és szolgálatba állítása a cél. Ők a Bács-Kiskun megyei, a Csongrád-Csanád megyei, a Békés megyei, a Hajdú-Bihar megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határvadász századok állományába kerülnek. A jelentkezésnek feltételei is vannak. A magyar állampolgárnak kell, hogy legyen 18 és 55 év közötti életkorral kell rendelkeznie, büntetlen előélettel, a bizonyos feltételeknek, alkalmassági feltételeknek meg kell, hogy feleljen, ez egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság, alapfokú iskolai végzettséggel kell rendelkeznie, melyet igazolnia is kell. Aki megfelel ezeknek, egy 160 órás képzésen vesz részt. Ez alatt 300 ezer forintos bruttó alapilletményt, szállást és ellátást kap. Szolgálatba állásuk után további juttatásokban részesülnek. Ez a 300 ezer forint alapilletményre épül még rá a délutáni éjszakai pótlék, a szolgálat teljesített szolgálati óránként az 570 forint szolgálati pótlék. Ha nyelvvizsgával rendelkeznek, nyelvvizsgapótlék jár, 200 ezer forint éves kafetéria van, és minden olyan juttatásra jogosultak, mint bárki a rendőrség állományában. Vagyis utazási költségtérítést, iskolakezdési támogatást, különböző szociális ellátást, mint segélyt, albérleti hozzájárulást kapnak, ha igénylik. A jogviszony határozott idejű szerződéssel jön létre, 3 év időtartamra, amely további 3 évre egy alkalommal meghosszabbítható. A szerződéses határvadászok járőrszolgálatot látnak majd el, alapfeladatuk az államhatáron történő illegális belépési kísérletek megakadályozása, továbbá az illegálisan belépett személyek feltartóztatása és az ideiglenes biztonsági határzáron történő átkísérése lesz. Jelentkezni személyesen bármelyik rendőrkapitányságon lehet, vagy e-mailben, illetve a megadott zöld számokon. További információ a www.polisz.hu oldalon található. A bérbeadóknak és a bérlőknek is érdemes néhány adószabállyal tisztában lenni, ha kiadó lakásról van szó. Hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Ballaj Krisztina Adópercek című műsorunkban beszélt a legfontosabb tudnivalókról. Például hogyan és milyen költségeket lehet elszámolni, mi számít jövedelemnek, illetve hogyan kell a bérbeadás után adózni.
Korábban beszámoltunk arról, milyen típusú ingatlanokat keresnek most például a leendő egyetemisták. A kiadó lakásokra, valamint a tulajdonosokra azonban több szabály is vonatkozik az adózás szempontjából. Bérbeadással egyéni vállalkozóként, adószámos magánszemélyként, illetve adószám és bejelentkezési kötelezettség nélküli magánszemélyként lehet foglalkozni. Az ebből a tevékenységből származó bevétellel az egyéni vállalkozóknak el kell számolniuk az SZIA törvény alapján. Hogyha magánszemélyként adja bérbe az ingatlant, akkor is oda kell figyelni az SZIA törvény mellékletében lévő szabályokra, de főszabályként maga a bérleti díj lesz alapvetően a bevétel. Abban az esetben, hogyha a közüzemi számlákat felhasználás arányosan továbbítja vagy hárítja át a bérbe adó a bérlőre, akkor ez a tétel nem lesz neki például bevétel. Amennyiben fix összegű bérleti díjat fizet az albérlő, amely tartalmazza a lakás rezsiköltségeit is, akkor a közüzemi díjakra elkért pénz is bevételnek számít. Kétféleképpen számolhatnak el az adóhivatal felé a jövedelemről a bérbeadók. Ez lehet a 10%-os költséghányad alkalmazása, vagy a tételes költségelszámolás. Abban az esetben, hogyha a bérlő kifizető, akkor az ő feladata a kötelezettség megállapítása, levonása és befizetése a hivatal felé. Hogyha a bérlő magánszemély, akkor pedig a bérbeadónak a kötelezettsége az, hogy az adó összegét megállapítsa és befizesse a hivatal felé. Az ingatlan bérbeadója emellett köteles megfelelő bizonylatot is kibocsátani a bérlő részére. Ez lehet számla, nyugta vagy adószám nélkül végzett tevékenység esetén pénzátvételi bizonylat. Július utolsó szombatján csaknem 50 magyarországi német kulturális csoport lépett fel a Veszprém arénában, a Landesrat fennállásának 25 éves jubileumi gáláján. Az eseményre az ország különböző vidékeiről, köztük Baranya és Tolna megyéből érkeztek kórusok, néptáncosok és zenekarok. A magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsa a Landesrat rendszeresen szervez regionális és országos fesztiválokat, melyeken a résztvevő csoportokat saját szempontrendszer szerint minősítik. A szervezet fennállásának 25 éves jubileumára csaknem 50 magyarországi német kulturális csoportot hívtak meg a Veszprém arénába. Annál hitelesebb dolog nincs, mint hogyha maga az elnök is zenél, énekel vagy táncol. Az én nagy szerelmem a harmonika, most már több mint 40 éve rajtam van. Ez a vitamin, ez adja mindennapokban az erőt, az élet többi része pedig egy stratégiai játék, így aztán ezt a temperamentumot igyekszünk átörökíteni a Landesratban is. A Landesrat szervezett célja a német nemzetiség identitásának megőrzése, anyanyelvének, zenei örökségének ápolása, valamint kulturális és hitéleti hagyományainak tovább örökítése. 6 évvel ezelőtt is egy hasonló rendezvényt szerveztünk itt ebben az arénában, adnak a esetleges hibáit próbáltuk itt orvosolni, remélem, hogy sikerült. Hatalmas munka, és most, hogy túl vagyunk az első félidőn, merhetem mondani, hogy sikerült és megérte. A 25 éves jubileumi rendezvényen felléptek baranyai és Tolna megyei csoportok is. A gyermekcsoportok egy potpurit adnak elő, ez azt jelenti, hogy 5 csoportból lett egy nagy koreográfia összeállítva, és forgórendszerűen jöttek a színpadra a csoportok, és a végén az 5 táncsoport együtt adott egy közös produkciót. Arra kellett sokkal többet készülnünk, hiszen az nem a mi lépésünk volt, meg a végén lesz még egy finálé rész, ahol még egyszer fel fognak lépni, de mivel át kellett azért mégis egy kicsit alakítani, így nagyon, nagyon érdekes próbáink voltak. A jubileumi műsor szünetében sem állt meg a zene és a tánc. A Veszprém aréna előterében fokozták a hangulatot a fellépők. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Veszélyben a szekszárdi sportélet, a közgyűlés még mindig nem fogadta el a Sportközpont 2021-es beszámolóját. Egyre többen takarékoskodnak, élelmiszeren és rezsin spórolnak a legnagyobb mértékben. Nem bírják tartani a lépést az árakkal, egyre nehezebb helyzetben vannak a közétkeztető cégek. Viking érmére bukantak Tolna megyében, a pénzt az utolsó nagy viking uralkodó verette.
Sütörtökön derült idő következik, szikrázó napsütéssel, erős UV-sugárzással. Csapadék ezen a napon sem érkezik, tovább fokozódik a hőség. A hőmérséklet több felé meghaladhatja a 35 fokot. Este és éjjel is folytatódik az eseménytelen nyugodt időjárás. Csillagfényes égbolt mellett már egyre több felé marad 20 fok körül a minimum hőmérséklet, de még frissnek mondható a reggel. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!